Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves negyedik B, egy kis matek geometriával fogjuk a mai napot kezdeni, ezután egy kis olvasás szövegértés, egy Western Parkba látogatva, és végül egy kis pixelekből összeállított képkészítés lesz az informatikai anyagotok. Nézzük, hogyan tudjuk ezeket megvalósítani. Kezdjük az elején a matekkal. Tudjátok, a geometriában lenne pár dolog, amit még át kéne beszélnünk, és nagyon megnehezíti a dolgot az, hogy itt távoktatásban vagyunk, de nézzük, mit tudunk belőle kihozni. Na, ha megnézted, mutatom még egyszer a feladatokat. A geometriai alapozón belül találsz párhuzamos merőleges oldalakkal kapcsolatos feladatot, kerület-terület számítást, különböző megállapításokat és sikidomok halmazos feladatokat. Na nézzük! Legyen ez az első. Nos, itt láthatod, hogy a különböző sikidomok halmazán belül van olyan, ahol háromnál több oldala van, vagy pedig kör a meghatározása az adott halmaznak. Amennyiben sem nem kör, sem nem háromnál több oldala rendelkezik, azt ide a többi sikidomhoz teszed, mert ez a mi alaphalmazunk. Na nézzük! A kör esetében könnyen el tudom helyezni, háromnál több oldala van, tehát csak az, aminek legalább négy oldala van. Azokat tudom ide helyezni, ami egyikhez sem igaz, az ide megy, a sikidomokhoz. Ellenőrzöm, jé, tényleg. Azt hiszem, hogy itt ezt különösebben nem igényel magyarázatot, de azért emlékeztetnélek, a négyszög és a négyzet között van egy nagyon fontos különbség, mégpedig az, hogy a négyzetnek minden oldala egyenlő kell legyen, és az oldalai mindegyik derékszög. Ez nagyon fontos. Ezért ez négyszög, de ez csak egy téglalap. Viszont ugye azt se felejted el, hogy minden négyzet téglalap is, de nem minden téglalap négyzet. Na tudod, ezek például négyszögek. Ez is négyszög. Azért, mert van négyszöge. A körök nem tartoznak közéjük. Nézzük, hogy jól dolgoztunk-e. Igen. És így tovább, és így tovább. A csúcsokkal kapcsolatban. A körnek nyilván rájössz, hogy nincsen csúcsa. Azért, mert körvonala van. A három csúcs, három szög, három oldal. Milyen meglepő. Amire ez nem igaz, az pedig ide megy ki. Nézzük, jól dolgoztunk-e? Voilà. És ezt így tudod a többire is alkalmazni. Rendben. Ebből többet nem mutatok, a többit meg tudod csinálni. Nincs benne, bocsánat, ez itt az oldalakkal kapcsolatos. Képzeld el, hogy minden betűt egyenesek alkotnak. Mondjuk a szöveg azért hibás, mert ezek nem egyenesek, hanem szakaszok. Ha egyenes lenne, az azt jelenteni, hogy végtelen hosszúságú vonalak alkotják. De a valóságban ezek csak szakaszok, ugyanis az E betűnek ez a pici egyenes része, ez csak egy szakasz. Ugyanez igaz ezekre a másik irányba futó három darab vízszintes vonalra is. Akkor el kéne mondanom a következőt, ha például talán a laptopnak a példáján nagyon könnyen meg fogod tudni ezt állapítani. Ha egy oldal itt fut, és vele egy másik oldal is ugyanazon a vonalon fut, illetve egymáshoz képest nem közelednek, nem távolodnak, megtartják a köztük lévő távolságot, akkor elmondhatjuk, hogy ezek a vonalak párhuzamosak egymással. Ha a két oldal találkozik egy metszéspontban, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy egymásra merőlegesek. Nézd csak! Például ennek a négyzetnek is ez az oldal, amit vízszintesen jön, és ez az, amit függőlegesen találkoznak egy pontban, ezek egymásra merőlegesek. De ha megnézed, ez az oldal, meg ez az oldal sosem találkozik egymással, ez azt jelenti, hogy ez a két oldal egymáshoz képest párhuzamos. Minden betűnél ezeket kell megnézegetnünk. Ha megnézed a T betűnél, ott a felső és az alsó szára egyértelműen találkoznak egy pontban, egymásra ezek pontosan derékszöget bezárva egymásra merőlegesek. A V betűnél nincsen derékszög, mert mind a kettő vonalas réhán jön. Ebből az következik, hogy ennek nincsen derékszöge. Az F betűnek van derékszöge, mert a két vízszintesen futó vonal és a
a függőlegesen futó vonal pontosan elégszöget zárnak be egymással. Viszont az is igaz, hogy a két szára az F betűnek, azok ugye a végtelenben sem találkoznak, tehát az azt jelenti, hogy ezek párhuzamosak. És itt úgy kéri a feladat, hogy azokat kell bekattintgatni, nincs benne két egymással párhuzamos egyenes. Ezek nem párhuzamosak, mert metszik egymást. Ezek nem párhuzamosak. Ennek van párhuzamos, ennek viszont nincs. Mert találkoznak valamelyik pontban. Ennek van párhuzamos része. Az N betűnek is van, ugyanis ha ezt a két vonalat vennéd alapul, akkor van. Az L-nek sincs, és az A-nak sincs, mert ezek mind találkoznak valahol. Nézzük meg, ellenőrizzünk, és el is találtuk mindet. Nézzük tovább. Van benne két egymással párhuzamos egyenes. Az M betű esetében van kettő. A Z esetében van. Én megkockáztatnám talán a dupla V-t, mert ha megnézed, ez az egyenes rész, illetve ez a szakasz, meg ez a szakasz, ha meghosszabbítanánk őket, párhuzamosan futna. És ez a kis szakasz is, meg ez a másik része is. Ezért bejelölöm. És eltaláltam. Jó, így tudod megnézni az összes többit is. Se egymással merőleges, se egymással párhuzamos egyeneseket nem tartalmaz. Nézd csak, se merőleges, se párhuzamos. Az A betű tipikusan ilyen. A K betű is ilyen. Csak ez a kettő. És igaz. Vajon? Tehát van itt még egy. Se egymás sem merőleges. A bocsánat. Most már jó. A V betű is ilyen. Jó, a többit is meg tud ugyanígy nézni. Harmadik feladat, legyen ez. Itt az összes síkidomot meg kell nézned. Ne felejtsd, de ezek nem térben vannak, tehát sík, vagyis kétdimenziós képek, amiket itt látsz, ez azt jelenti, hogy síklapokat látsz, ezeket nevezik síkidomoknak. Ez azt jelenti, hogy egyik sincs térben. Ha például megnéznéd az ásványvizes palackot, körbejárható. Tehát ezért mondhatjuk, hogy ez egy test. Még a laptop sem teljesen sík, mert föl tudom emelni, körbe tudom járni. Viszont azt a kis téglalapot, azt nem tudod körbejárni. Csak a saját síkjában tudod megkerülni, de térben nem tudod. Ez azt jelenti, hogy ez nem háromdimenziós, tehát síkidom. Választ ki azt az állítást, amelyik igaz a megjelenő síkidomokra. Ez azt jelenti, hogy vagy az összesre, vagy azok közül valamelyikre. Van köztük olyan tükrös síkidom, amelynek nincs derékszöge. Ugye tükrösnek azokat az alakzatokat nevezzük, amelyiknek van tükörtengelye. Ez azt jelenti, hogyha valahova egy képzeletbeli vonalat berajzolnék, és egymásba hajtanám az alakzatot, akkor pontosan fedni egymást az a két rész, amit én ott bejelöltem. Ennek van derékszöge, tehát ez a megállapítás nem igaz. Minden tükrös síkidomnak van derékszöge. Ennek például lenne, ha itt berajzolnék, vagy itt berajzolnám, vagy itt berajzolnám a tükörtengelyt, akkor elmondható, hogy ez a vonal alkotna derékszöget, de magának a síkidomnak nincsen derékszöge. Egyik tükrös síkidomnak sincsen derékszöge. Nézzük, hogy vajon melyik lehet az igazság. Ez tükrös síkidom. Ez is mondhatjuk, hogy tükrös, mert itt középen, ha elfelezném, ezt az oldalt erre tudnám hajtani. Oké? Van köztük olyan síkidom, amelynek nincsen derékszöge. Ennek például nincs. Igen, ezen gondolkozni kell, ez egy ilyen agyalós feladat. A képen láthatóak közül mindegyik sok szög, ez igaz lehet? Nem. Mert a kör az nem számít sokszögnek. Az összes többinek meg tudjuk számolni, hogy hány szöge van. Ahány szöge van, annyi csúcsa van. De feled, a különböző élei a síkidomoknak egy csúcsban találkoznak. És ahogyan, amilyen kapcsolatban van a két él egymáshoz képest, azt nevezzük szögnek.
Például ez itt derékszöget alkot. Ha például te az étkezőasztalodat megnézed, itt is jó esetben derékszöget zár be egymással a két oldal. Mindegyik sokszög, ez nem igaz. Egyik sem sokszög, ez sem igaz, mert csak ez nem sokszög. Van köztük sokszög. Nézzük. Igen. Aztán van köztük, nézd meg a négy vagy öt alakzatot, van köztük olyan sokszög, aminek van derékszöge, de nem négyszög. Amelynek van derékszöge, de nem négyszög. Itt ez mind négyszöggel rendelkezik, ez mind négyszög. Nincs köztük olyan sokszög, aminek van derékszöge, de nem négyszög. Nincs köztük olyan, amelynek van derékszöge, de nincs, ez nem igaz. Minden sokszög, aminek van derékszöge, négyzet. Hát nézd már meg például ezt, ez mióta négyzet? Ez mióta négyzet? Ez mióta négyzet? Tehát ez lesz a megoldás szerintem. Nézzük meg, jól gondolkoztam-e? Igen. Választ ki az állítást. Van köztük olyan négyszög, amelynek nincs derékszöge? A négyszögnek négy csúcsa van, négyszöge van. Ez négyszög, 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 négyszög. Van köztük olyan négyszög, amelynek nincs derékszöge. Ennek például nincsen derékszöge. Nincs köztük olyan négyszög, aminek van derékszöge, hát akkor ez itt micsoda, ez micsoda, az micsoda. Ezek mind jók. Minden négyszögnek van derékszöge. Nem, ennek például nincs. Tehát csak ez volna a válasz. Van olyan négyszög, aminek nincs derékszöge, és eltaláltuk. Egyik sem tükrös háromszög. Emlékeztetnélek, tükrös az az alakzat, aminek van tükörtengelye. Vagyis, ha berajzolsz mondjuk ide egy képzeletbeli vonalat, és ezt a kapott háromszöget ráhajtanád erre, fednék egymást. Ezt nevezik tükörtengelynek. Nos, ami azt illeti, ez például itt ennek nincs kifejezetten ilyenje. Ennek nincsen tükörtengelye. De ennek van egy, kettő. Ennek is van egy, és ennek sincsen. Mindegyik tükrös sokszög, nem igaz. Van köztük tükrös háromszög. Hol van itt tükrös háromszög? Ez nem az. Akkor mondhatjuk, hogy egyik sem tükrös háromszög. És eltaláltuk. Egyik négyszög sem négyzet. Akkor ez micsoda, barátom? Tudjuk, hogy minden négyzet téglalap, de nem minden téglalap négyzet. Mindegyik téglalap négyzet. Hát, mindegyik téglalap négyzet. Hát nem az, mert ez hosszú téglalap, ez pedig egy négyzet. Mindegyik négyzet téglalap. Ez négyzet, ez téglalapnak számít, csak egyforma hosszúak az oldalai. Ez pedig téglalap. Ez a jó. És tényleg? És nézzük az utolsó feladatunkat. Kerület és terület. Emlékeztetnélek, nagyon könnyű a kettő között eltévedni, de kerület az mindig azt jelenti, hogy körül, kerület körüljárást jelent. Vagyis adott esetben ez a kerület, amit itt látsz. De itt vigyázol, mert a feladatban ki is köti, hogy ennek az épületnek a tervrajzában a kerülethez ne számolt bele az ajtót. Vagyis, ha a zöldnek a... Bocsánat, legyen mondjuk a sárgának a kerülete, mert itt látod azt is, tével a területet jelöli, kával a kerületet. A sárgának kell a kerülete. Ez a citromsárga. Ha megnézed, és minden egyes részt megnézni, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a kerülete. De nem vettem bele az ajtókat. A másik az, hogy kétszer számolod ezt, mert két egyforma oldala van, és kétszer számolod ezt, mert ennek egyforma oldala van, viszont összeadod őket, viszont az ajtót le kell vonni. Amit kiszámolsz, beírod. Ha jól számoltam, akkor 4, 8, 8, bocsánat, 1, 2, az 4, ez az oldal 4, akkor a másik oldal is 4, kétszer 4, az 8, ez pedig itt 5, és az is 5 lenne, az 10, az 18, abból levonod a két ajtót, az 16 kell legyen. Egyébként négyzetcentiméter lenne, de itt egység lesz a neve. Itt egységként jelöljük. Nézzünk egy területszámítást is, például a zöldnek. A terület az azt jelenti, hogy így hány egység van, és így hány egység van.
vagyis meg kell számolni hány néhány kis lapka alkotja. Itt az ajtót is beleszámolod, mert az a területéhez tartozik, a kerület esetében itt ez nem számít. Ez alapján mondod, hogy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 15. Már írom is be. Ellenőriztetem. Ó, eltaláltam a kettőt, a többit most nem csináltam meg. És nézzük tovább. Kerület és terület. Lesznek olyan esetek, amikor ilyen ferdén fognak menni a falak, ebben az esetben ott majd meg fogod állapítani, ez esetleg csak egy fél részt fog érni. Mint látod, valahol a területet, valahol a kerületre kíváncsiak. Nézzük meg mondjuk a sötétkéknek a kerületét. Itt, ha megnézed, 1, 2, 3, 4, 5 hosszúságú a fal, és 1, 2, 3, 4 hosszúságú a másik. Az azt jelenti, hogy 2x5, az 10, és 2x4, az 8, az 18, de egy ajtó, meg még egy ajtó, ezért csak 16 lesz. És ezt beírom. És akkor nézzük meg a területét ennek. Itt annyi, hogy összeszorzod a két oldal hosszát. 1, 2, 3, 4, 5, szor 5, 25. Te egységnyi területről beszélünk. És meg is van. Mint látod, itt ugyanolyan különböző fajta megoldások vannak, de neked kell megtalálni, hogy melyiknek kell a kerülete, melyiknek kell a területe. Emlékeztetésképpen a négyzetnek esetében, ha a kerületét akarnád megnézni, akkor négyszer kell ugyanazt az oldalt venni, vagyis mondhatjuk, hogy a négy oldal egyforma hosszú. Ez volna a kerülete. A területnél pedig a két oldal hosszúságát összeszorzod, és megkapod. A téglalap esetében a két hosszabbik oldalt és a két rövidebbik oldalt is össze kell adni, amit kapsz, az a kerület. Az ajtókat pedig le kell vonni belőle. Ami a matekot illeti, ezt bezártam, nézzük a következőt, a szövegértést. A szövegértés 52-53. Oldalán lesz a házi feladatod. Ezt én is megmutatom neked. Nézzük a West End Parkot. A West End Parkhoz kedvcsinálónak javasolnám a következőt. Keress rá YouTube-on erre a két QR kódra. Szerintem az egyik el fogja nyerni a tetszésed. Ez hagyományosnak mondható West End zene, ott láthatod. Alatta pedig Ennio Morricone-nek a világhírű West End film zenéjét találod. Egy órás válogatás, el fogja nyerni a tetszésedet valamelyik a kettő közül. És biztos, hogy lesz egy csomó, amit ismersz köztük. Na, a West End Parknál látsz egy térképet, ezt meg kell majd nézned, ugyan nagyon nehezen fogod látni, de elvileg itt látható, hogy mit, hol találsz a térképen, és itt, hogy milyen attrakciónak mi a neve. A West End Park egy vadnyugati kalandpark, és sok program vár. Itt alul találsz különböző információkat, amire szükséged lesz majd a megoldásnál. Egyébként QR kódot is látsz, úgyhogy rá tudsz keresni. Itt egy rövid térképvázlat van, nagy vonalakban megmutatja neked, hogy hogyan tudsz eljutni a West End Parknak a területére. És akkor vannak különböző feladatok. Például mi jut eszedbe a West End szóról, nekem egy csomó minden, le is írtam. A másodiknál a vadnyugati zene. Itt is van két QR kód, úgyhogy adtunk a vadnyugati zenének. Aztán nézzük a másik oldalt, a különböző feladatokat. Be kell jelölnöd azokat, ahol állatokkal kapcsolatos programok vannak. Valahol el kell olvasnod az adatokat. Az adatokat egyébként jellemzően itt találod meg alul, és amit olvasol, azt kigyűjtöd, és beírod a megfelelő helyre. Aztán a West End Park elérhetősége. Gondolom, rá fogsz jönni, hogy elérni úgy lehet, ha küldesz valakinek egy üzenetet, vagy felhívod telefonon. Ez az úgynevezett elérhetőség. De olykor-olykor akár a Facebook oldalon is elérhetőek, vagy akár más felületen is, de általában az ilyen intézményeknél általában telefonszám és e-mail cím szokott meg lenni adva, illetve weboldal, ahol fel tudod keresni. Aztán van egy kis keresztrejtvény, azt is meg tudod csinálni. Egy-két kérdésre még tudsz válaszolni, és kiszámolhatod, mennyibe kerül négy fő számára a belépőjegy. És végül, ha leszeretnénk lazulni, akkor a különbségkeresős feladatot is meg lehet csinálni.
Szóval ez volna az olvasás szövegértés, ha úgy gondolod, hogy az elkészült munkádat visszaküldeném, Szilárd bácsi a te embered. Köszönöm. És akkor nézzük az utolsót, az informatika órát. Egészen pontosan DotPict nevű programot fogok választani neked, ez az informatika órára. Egy érdekes dolgot szeretnék neked bemutatni, ez egészen pontosan olyan feladat lesz, ahol nagyon picike képkockákból fogunk nagyobb képeket összeállítani. Ezt a kis anyagot én készítettem. Nagyjából hasonlóan néz ki az applikációnak az indexképe, ami alapján le tudod tölteni, és ha megnézed, hogy tisztán látható, rá is fogok nagyítani, hogy például ez a Mario karakter kicsi kockákból épül föl, pontosabban négyzetekből, és minél jobban ránagyítasz, a négyzetek annál jobban nyilvánvalóvá válnak. De minél inkább lekicsinyíted, annál inkább válik a kép teljesen olyanná, mint hogyha nem állnak kis kockákból. Tudjátok, a különböző úgymond képek pixelekből épülnek föl, a pixel egyébként képpontot jelent, a lényege pedig az, hogy a különböző képek ilyen úgynevezett képpontokból felépítve különböző részletességűek lesznek. Az azt jelenti, hogyha például most megnézed ezt a hatalmas tájképet, látod, hogy ez is picike, úgymond négyzetekből áll össze, különböző árnyalatokat használva hozzá. De ha én elkezdem csökkenteni a nagyítás mértékét, akkor látod, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy meg se lehet mondani, hogy négyzetekből áll a kép. De amikor ránagyítasz, egyre jobban nyilvánvalóvá válik. Minél jobban ránagyítasz, ezek a kis négyzetek láthatóvá válnak. Minél jobb minőségű vagy nagyobb felbontású a kép, annál jobban kell ránagyítsál, hogy ezek a kis négyzetecskék előjöjjenek. Oké? Mivel valaki ezt műalkotás szintjére fejlesztette, ezért ezeket a képeket, a készítésüket tekintve egyáltalán nem könnyű megalkotni. Nézd meg csak ehhez a lányarchoz, milyen sokfajta képe, sokfajta képkockának a színét kellett megváltoztatni, és milyen pontos, alapos munkát igényelt, hogy a megfelelő módon készítse el részleteket. A Mario esetében ez jóval kevésbé nehéz, itt látod, hogy nagyon könnyen megalkotható, úgyhogy egy ilyen Mario-t akár te is tudsz készíteni. Itt fogod majd azt látni, hogy milyen szint fogsz tudni használni hozzá, majd rá kell vinned a kis kurzorodat, illetve az ujjaddal kell megnyomnod az adott pontot, amit festeni akarsz, és utána a pust kell megnyomnod, akkor fogja a szint ráhelyezni. Amikor elkészülsz, a képet el tudod menteni, és a saját képgalériádban ott lesz a nyoma az alkotásodnak. Szóval még egy pár szóban erről az eljárásról. A mai ismert modern full HD-s és egyéb hiper-szuper felbontású videók is ilyen kicsi képpontokból állnak, de mivel annyira nagy a felbontása, nagyon-nagyon kéne ránagyítanod ahhoz, hogy ezek a úgymond kockácskák láthatóvá váljanak. Mint látod ezen a Paint-tel megcsinált dokumentumon, ha én elkezdek ránagyítani, a betű is pixelekből áll, vagyis ez azt jelenti, hogy a betűk is valahol ilyen nagyon-nagyon apró, picike négyzetekből állnak össze. Ott látható? Ott. Ott már látható is. Hiába tűnik tökéletesen íveltnek, bizony ez képpontokból áll. És ha elkezdesz rá kicsinyíteni, akkor látod, eltűnik, mintha tökéletesen lenne az ív megalkotva, de amikor ránagyítasz, láthatod, hogy bizony ezek a kis négyzetek láthatóvá válnak. Ennyit jelent az, hogy a felbontás milyen minőségű. Szóval az ilyen képek egyébként roppant izgalmasak megalkotni őket, jó szórakozást kívánok hozzá, hogyha rá tudod szállni magadat, és egy kis időt eltöltesz egy kis internetes alkotómunkával.
Szóval egyébként rasztergrafikus képeknek nevezik ezeket, ahol nagyítva a képet romlik a minősége. Ez persze a képminőséget annyiban befolyásolja, hogy amikor ránagyítasz, akkor történik ez, de ebben az esetben a kép nem fog sérülni. Az okostelefon nagy felbontású fényképeit nagyítás után ugye érzékelhető a képromlás, és akkor, amikor ilyen úgymond kásás vagy szemcsésnek tűnik a kép, akkor nevezzük ilyen úgynevezett pixelesnek. Itt például ez a tájkép, ez pixelesnek mondható, úgy ebből a nézetből. De csak azért, mert a kis pici kockák láthatóvá válnak. Oké? A régebbi idők grafikái nem tették lehetővé a nagy felbontású képeket, és ezért már jó is régen pixeles volt. Ma már ez tökéletesen élsimított, annyira pontosan meg van csinálva az animációja, hogy egyszerűen, ha nagyon ránagyítasz, sem találsz olyan hibát, amit szabad szemmel könnyen ki tudnál szúrni, de a régi klasszikus videójátékos időszakban ez természetes volt, és a gamerek nem akadtak fenn rajta, hogy miért ilyen kockás a karakterem. Hát azért, mert akkor ezt tudták előállítani. Oké, az applikáció, amit le fogsz tölteni, datpicta neve, a pict az ugye a picture, a data az pedig a pontot jelenti. Tehát pontokból összeállított képet jelent. Ha ezt az applikációt letöltöd, és megnézed, vagy feltérképezed, hogy mit tud ez az applikáció, nagyon sok érdekes, más felhasználók által készített képeket fogsz találni, biztos, hogy lesz egy-két meghökkentően érdekes alkotás. Szóval arra bátorítok mindenkit, hogy fedezd fel. Jó? Tartalmaz az applikáció reklámokat, de talán nem annyira zavaró mértékben, és teljes mértékben ingyenesen használható ez a program, egy próbát mindenképpen megér. Szóval ez volt a mai napi anyag, köszönöm, hogy velem tartottatok, jó pihenést kívánok, és ne felejtsétek el, csütörtökig küldjétek vissza a nyelvtan, a szövegértés és a matek feladatsort. Köszönöm szépen, sziasztok!